Véget ért az idei 21. Kecskeméti Acélszobrászati és Képzőművészeti Szimpózion és Nemzetközi Alkotótábor, melynek központi témája túlfogyasztás, újrahasznosítás volt. Például, ami egy ilyen fontos központi fogalom volt, az az újrahasznosítás. Ez évek óta jelen van a táborban, és egyre inkább úgy érzem, hogy megvalósul. Az túlzás lenne állítani, hogy ez a koncepció mindenkinél nagyon erősen és dinamikusan ott volt, és nagyon direkt módon megvalósult, de ez szerintem talán jobb is így, hogy inkább olyan szervesen, természetesen épült ez bele mindenkinek a saját életpályájába. A résztvevők különböző országokból érkeztek. Vannak visszatérő művészek és olyanok is, akik először alkottak itt. Az ötlet gazda Majoros Gyula például mindig a kiállító alkotók között van. Az egyébként a gondolatunk, hogy adjunk teret a fiataloknak, jöhessenek fiatal pályakezdő művészek, akik találkozhassanak tapasztalt, a pályájuk közepén tartó tapasztalt művészekkel. Legyenek hölgyek, legyenek fiúk, meg legyenek külföldiek is, hogy ne csak egy hazai belterjes dolog legyen ez, hanem nyissunk a külföld felé, a kapcsolati rendszereket megnyithassuk oda-vissza a művészek között. Az alkotótábor rendezője a KARC művészeti alapítvány volt, amely a KÉZ csoport művészeti szervezete. A cég csoportnak van egy vállalati gyűjteménye, az alkotótábor résztvevői bármennyi művet létrehozhatnak, de a zsűri szakvéleménye alapján minden művész alkotásai közül legalább egyet kiválasztanak, így bővítve a már 526 darabból álló gyűjteményt. Az elkészült alkotásokat augusztus végéig lehet megtekinteni a Farpajc by Sheraton Hotel mélygarázsában munkanapokon délután 17 óráig.